Üdvözlöm minden kedves nézőt! A mai nap Európai LCS 6. hetének második napjának második BO3-a. Elnőztem, mit mondtam a szünetbe. Unicorns of Love és Misfits összecsapás fog érkezni a csoport elsőségért. Megy a mérkőzés, legalábbis a kiegyenlítésért biztosan, de egymásra szemben zúgó, hogy jobban az Istökével szemben. Jó magam, Pierce vagyok, szia Tana! Szervusz, Pierce! Üdvözlöm én is a kedves közönséget! Így van, egy nagyon erős összecsapás előtt állunk, és amúgy mostanában a Unicorns of Love-nak csak ilyenjei lesznek. Közben már a Unicorns of Love felállását mindenki kívülről fújja, hogy nézzük meg a Misfits-ét. Afari felsősvény, Maxor, Jungel, Power of Evil, középen Hansama és Ignar pedig az alsó ösvényen. Miközben azt kell, hogy mondjam, hogy hölgyeim és uraim, ez a csata nem akármilyen csata lesz. Vagány. Eléggé vagány csata lesz. Ugye, ahogy te is mondtad, a Unicorns of Love a csoport elsőbségért küzd ugyanúgy, mint ahogyan a Misfits is kellőképpen jól tudott kezdeni ahhoz, hogy ugye a G2 Esports a harmadik helyen pörögjék. Igenis, oda kell tennie magát a Misfitsnek is, hogyha szeretne még a csoport elsőbségért úgymond versenyben maradni. Azt sem szabad amúgy elfelejteni, hogy 9 hétből áll az alapszakasz. Ez a 6. hét, már bőven túl vagyunk a felén. Ja, várjál, nem igaz? Hiszen Európában vagyunk, tehát ez a hét az, amikor már a második felében vagyunk benne a dolgoknak. Tehát még senki nem mondhatja azt, hogy hanajat dőlhet. És akkor, ó, innentől kezdve én már a második helyen vagyok, akkor itt nem lesz semmi probléma. A nagy fégyfenét még ki is lehet esni gyakorlatilag az LCS-ből. Persze azért az NIP-nek, illetve a Mysterious Monkeys-nak is úgy össze kéne kapnia magát, amire egyelőre sajnos még nem látunk megfelelő esélyt. Mondjuk pont azon a 6 héten vannak túl, ahol amikor elvileg már úgymond a gyakorlási idő megvolt, összeszokási idő, tehát lehet, hogy most fognak megtátosodni. Így van, arra emlékezünk csak a Rocketre, aki a 7., 8., 9., 10. hétben szinte ki se kapott a G2-nak a tavaszi fordulóban. Ugye ő volt a nagy mumusa a Rocket. Mumusa. ami mindenképpen jó. Így van, viszont hölgyeim és uraim, hívjuk fel a figyelmet, ha már Unicorns of Love, és úgyis múltkor egy fantasztikus mezben feszítettél. Yes. Igen, általában dedikált dolgokat szoktunk adni, amikor ilyen nagyon extravagáns dolgokat akarunk, de helyette a Pierce által megviselt Unicorns of Love mez kerül például majd kisorsolásra. De kimosom először. Vagy nem mosom ki? Jó kérdés. Hashtag kimos, hashtag nem mos ki. Ki hogyan szereti? Lesz egy kis bukéja, de hát... Szeretik, ha büdös a mez. Egy kicsit. Viszont, ahogy te is mondtad, még bármi megtörténhet, épp ezért mondanám azt, hogy a Unicorns of Love a csapat esősége miatt a mostani ranglétrán kisebb és alacsonyabb helyen levő csapatoktól kéne begyűjteni a kötelező pontokat. Uh-huh. Kötelező pontokat, ezért egy kicsit vicces megfogalmazás, de fontos pontokat, és talán könnyebben megszerezhető pontokat. De az ex-Unicorns of Love játékossal szemben kell majd játszani Power of Evil személyében, aki manapság szintén szívesen veszi majd magával szerintem a Korkit, ha már a nevéből illendő ez a választás. Mm-hmm. Neki ugye azt hiszem 2-ször volt eddig Korkia, hanem 3-szor, de azért van nálunk ilyen szív kis adás papír, nem mondjuk, 2-ször volt nála. Így van. 2-ször volt eddig Korkia, és amúgy is Power of Evil a Misfitsnél egyértelműen. Nem most ki, Pierce. Nem most ki, Chad. Nem most jó, ki. Jó. Így van. Jó, mondjuk... Hát innentől kezdve nem mostam ki az egész hónapban. És minden abba fogok jönni. Jó, de te attól még létszik fürőt, hogy lehessen vele dolgozni. Most mert... még nincs fürdőszobám. Ó! Ettől függetlenül persze fürdök, csak... Hát a mosdóban. Hát, így van. Nem, dehogy is. Inkább abban, mint mondjuk, nem tudom, máshol, minden esetre. Igen. Tehát Power of Evil fürdik. És a mezét is mossa. Ezen kívül honnan pedig tippeltem. Okay. Tippeltem. Csapatának sebzésének 33%-át osztja ki. Sokat. Nagyon sok sebzés oszt, és ez
meglátszik abban, hogy ő tényleg a csapatküzdelmekben jól pozícionál, azért Oriannával is sokat játszik, amik ugye csapatküzdelmekben igazán ki tudnak teljesedni, de egy Korkival is távolról oltári sebzéseket tud osztogatni. Nagyon tehetséges játékos, de ha őt megfogja valamelyik társaság, akkor izzad nagyon a Misfits, és milyen egy izzat nyúl? Hát lehet, hogy most megtudjuk, jöjjön a tiltási és választási fázis. Ebben a pillanatban a Misfits Gaming játszik majd a kék színekben, és Unicorns Love pedig a vörös színekben kezd. A kötelező zektiltás ki is jön tőlük, míg velük szemben az Rek'Sai Shen-t kivágta már a Misfits, mind Xerxi, mind pedig Chachi. Mostanság igazán szeretett karakterétől fosztják meg Unicorns of Love-ot. Caitlyn sem lesz, sem Hansamánál, sem Samuxnál. Uh-huh. Lesz-e párbaj Twitch-ér? Lesz-e Twitch választán Samuxnál? Mert azért egy biztos. Samux Twitch-e kiemelkedő. Legendás, legendás. Azért a Rift Rivals döntőjébe való bejutáshoz is rengeteget tett hozzá az ő Twitch játéka. És a Misfits Gaming gondolkozik is, de általában a Hidisennek a trash-ét választják el amúgy, amikor benn marad a tiltó listán a Unicorns of Love ellen, és az UOL a piros oldalon van. Twitchnek az azonnali elválasztása nem biztos, hogy megfelelő. Tricknek a két Szedzsuáni fantasztikus játékára lehet, hogy Xerxi is rácsap, míg a Unicorns of Love eldöntheti, hogy fölfede újabb pozíciót majd, vagy kiválasztanak egy támogatót is. Az biztos, hogy Samux megkapja Rakant. Nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben beváltná le ez a választás. Xayah, bocsánat. De Rakan is jöhet még. Mindig mondtam, hogy Xayah, hogyha valamit félremondott. Szállak. Így van. De ott van a duó. Tessék, Thanatos, menj egy Tipsnix ülni. Ennyi. Tipsnix ülni. Tipsnix ülni. Mondtad a Rakan. Mondjuk jó várlata volt a Xayah mellé, hogy talán Rakan meg is jöhet. Unicorns of Love pedig erőteljes kombinációt hozza a sősvén, és Mr. Chris! Oh. Egy éve! Mister! 12 hónapja! Hát már nagyon csiri-viri logója lesz a neve előtt. A cseten. Uh-huh. A csöten. Elég nagyon durva. Köszönjük szépen a támogatásodat és a jelenlétedet. Üdv újra és újra. És találkozunk a júliusi szubprogram keretén belül. Majd a következő hónap végén. Elején. Augusztus. Hát nem tudom. Szerintem augusztus 2 amúgy alapvetően. Tök mindegy, augusztus az adott hónap lesz. Első vasárnapja. Az első mindig vasárnapja. Akkor tartjuk, mindig akkor van a gyerek, a szubnap. A gyerek szubnap, minden akkor van, így van. Gyereknap nekünk, szubnap nektek. Vagy nekünk gyereknap, és szubnap nektek. Akár ez is lehet amúgy, de ne felejtsük el azt, hogy lehet nekünk is gyereknap, és szubnap nekik is. Tehát, hogy azért és ha nekik fontos... lesz gyereknap, és nekünk szubnap. Na, ez nem tudom, még ezt nem vettük számításba, viszont közben a tiltási és választási fázis hatalmas nyelvcsapásokkal halad előre. Várusz oda kerül Hansamához, ő neki ez a fő profilja, és ő a legprofibb vele, abszolút. Kiderül, hogy videó lesz amúgy. Nem? Azért a Colgate mosoly megvolt. Twitterre vagy Instára kerül majd ez ki. Instagram oldalon. Olyan kép megy ki az Instára, hogy fú, de durva lesz. Ez abszolút. Itten kérem szépen. Rumble jön végül Vizi Csacsihoz. Bár még Xerxi Jungle is lehet ebből. Simán. LeBlancot vágta ki végül a Misfits, és ugye Cassiopeia és Gnarral válaszol a Unicorns of Love. Kled még szabad. Ha Vizi Csacsi Rumble van a felső ésmény, akkor a Kled igazán kellemetlen lehet majd számára vele szemben a felső ésményen. Alfari, oké, Renektonos. Tény. Uh-huh. De lehet most kamionos is azzal a kleddel, hogy azt mondja előre. Igen. Simán. És már ugye tiltási lehetősége nincsen Unicorns-nak, és kellett már nem fognak válaszolni egy vörösszösséget, szóval mindenképp várok egy ilyen erőteljes. És tudom, mi még a poén? Hogy még benn van a fiúra is. Még az is bent van. Még a Renektor is. Tehát az Alfarinak megvan adva a lehetőség, hogy válaszol valami menőt Csacsira. Nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy X-Zile mit fog választani. Ő most a Unicorns of Love egyértelműen leginkább alul teljesítőbb tagja. Kindred. És ma is jön. És jön. Na, hát ez az, amire nem készültünk fel szerintem. Beválasztott a Xerxi. A bárányt és a farkast. Nem semmi. Kevesen mennek 30 évesen nyugdíjba. De jó úton haladsz ezek szerint. Igen, hát figyelj, te csinálod a beosztás egy jó részét, úgyhogy... Orianna jött Power of Evil-höz. Ne felejtsük, hogy két német srác csap össze a középső ösvényen.
hazai pályán, ráadásul az nagy izé, dirdur bing bang bum lesz középső esvényen, és talán pontosan ezért hagyják meg a lehetőséget arra, hogy utolsókét választáson Ixá, hogy elkalapál hassa Power of Evil-t, bár te is mondtad, nem túl rózsás most Ixá játéka. És aki veszítaná, nem csak szem, hanem sájszem maradsz sárazon, ezt ki se tudtam mondani a mindenit. Annyira jó akart van lenni, hogy végül el lett cseszerintve. Az így van, köszönöm. De a szándéka fontos, sájsze. Így van, így van. Achtung, Achtung! Német fárvaj a középső ösvényen! Így van. Igen, közben megkapja Gálióját. Na, kikapja meg. Exile azért sokszor, sok bírálat érte már a Gálió választást a középső ösvényen, ám most jelen nagyon pillanatban nagyon jó. Ott így a Rumble sebzés, ott a Kindred Push sebzés még fizikailag, nem kell Exile-nak sebeznie a kvázi. Tehát most szerintem abszolút a jó, amikor van fedezet arra, hogy valaki más majd ontja azt a bizonyos sebzést, amit Ixán eldob magától, ha úgyis most nem játszik túlja neki, pont jó egy tankos választás. Ez egy kényelmes kompozíciót pakol össze a Unicorns of Love, egyedül csöcsülök kell vigyázni, mert tudjuk, hogy 0-3-as Rumble, akkor az lehet, hogy még az egész meccsen nem nőik ki sohasem magát, tehát talán őt kell segíteni egy picikét, Ixán pedig el lesz, ha meg is hall, igazából nem halt meg, mert Gálió. De meghal persze, de nem baj. Így van. Annyira. Így van. Nagyon érdekes összeállításra jöttek a társaságok. Ugye a Misfitsnél, ahogy mondtad, ott van Kled, ahogyan azt te tippelted be. Gragasnál szintén van jó kezdeményező potenciál, tömegirányító képesség áradat, illetve sokan mondták már, hogy Kled ellen tökéletes választás Gragas, hiszen a robbanékony hordó ugye a béke szigetéből való kilökésre alkalmas. Ám sosem szabad elfelejteni, hogy ahhoz, hogy ezt igazán jól tud alkalmazni, a csapat küzdelem azon pontjára, amikor a Kindred használja ezt a képességet, még rendelkezned kell a robbanékony hordóval, miközben Gragas kezdeményező képességének nagyon nagy százalékát teszi ki a robbanékony hordó, így nem is szokott előfordulni gyakran, hogy kirobbantsák a béke szigetéből Kindredet és pajtásait. Nem véletlenül kapja meg a Zoom-ot, Xerxi, Kindredje. Mit tippelsz? Mikor volt utoljára Kindred az EULCS-ben? Biztos, hogy nem nyáron. Szerintem tavasszal nem volt. Tavasszal sem volt, szerintem sem. Így van. VB-n viszont volt. VB-n még lehet, de akkor már nagyon kívül, nagyon már de kifelé jött. De EULCS-t kérdezted, nem? Igen, igen. De hát igazából... szerintem nyáron, tavaly nyáron. Tavaly nyáron szerintem még volt? Talán majd rá fognak utatni a kis kollégáink is. Azt mondanám, hogy egy éve, így van, ilyen június-július körül. Oppa! Hát tavaly jár. Jaj, nézd meg már a felét, fogalmam nincs. Hú, de körbeálljál. Az pedig viranás instant. Ez egy jó jel Csacsinak. A felső is milyen kinyelmesebb játéka lehet. Hát Alfari elhelyezkedett. Na, innen indulok majd. Nem. Ez azonnal villanás. Igen, nekem így óra. Igen. Kérdés az, hogy Csacsi ki fogja tudni ezt használni, ugye, ha az ösvényfázis során jól leperzselik Lednek, illetve Skarnak a búráját, akkor neki van villanása, hogy egy gyilkosságot esetleg be tudjon fejezni. Kíváncsian várom, hogy ezt mennyire lehet majd kihasználni. Jó, az őrszem közben, mind Hirisszang, mind Xerxi, mind pedig... Xerxi. Így van, Xerxi is ott van. Samux is lebukik. Az egész gán lebukott, és pontosan ezért jön ide, most ide nyugodt szívvel a Misfits alsó és fény párosa. Kicsikét beleszólni ebbe a kék szedésben, és nem kell attól tartani az alsó, és ilyen bárki is tapasztalati pontot szeretne elhozni, mert itt segítenek most közben Xerxin, visszább lép, Hansama és Ignar, így Xerxin nyugodtan elhozhatja a kék erősítését, de azért picikét a lélek jelenléttel, és a turpisság sokasságával a Misfits azért becsókolt itt Xerxi jungle-ébe, de minden mehet tovább. Ezzel szemben viszont Maxlore, hát jóval nyugodtabb terepen van. Mert azért ő azért is ismétetem, mert önmagában megkapta az áldást, Hirisszang pedig támadni akar egy ilyen helyzetből. Ez nagyon nem tetszett nekem. Már bocsánat, hogyha elfogult vagyok. De most nagyon rossz volt Hirisszang. Ez egyértelműen, ez egy elbaltázott kezdeményezés az ő részéről, és július 9-én volt utoljára Kindred EULCS-ben. Júli. Tehát a nap előtt? Aha, meg egy évet még dobjunk hozzá. Akkor jól tippeltünk. Ügyesek vagyunk. És látszik... Még először VB-t mondtam, bocsánat. Így van, de nem jó volt, jó, nyár, abszolút teljesen tisztában nem voltunk baj, vele. Látjuk amúgy azt is, hogy mi történt a Unicorns of Love-val nyáron, illetve a Rift Rivals esetében.
És hát az első 15 perce az mind a két esetben nagyon rossz. Aki gondolná, hogy például az a negyedik hely nem... Oppá, negyedik hely az jónak számít. Tehát a Rift Rivals 6 résztvevő csapatából a negyedik hely, az még talán... Hát hasonló kategória, maradjunk annyiba, mint a hatodik hely ugyanúgy. Tehát rosszul teljesít a játék első 15 percében a Unicorns of Love. Ezt ők is tudják, és nagyon sokszor alapoznak arra, hogy ne legyen túl nagy a hátrányuk, és akkor a csapatküzdelmeknél kibontakoznak a 20. perc és a 15. perc és a 20. perc között. Ám erre nem mindenki ad lehetőséget. Na most Hirisang kezében, Rakan, én így gondolom, hogy pontosan a 15 percet úgyis emlegettél már, annak el kell telni, hogy igazán jó produkciót tudja majd összehozni. Azért neki a roham mennyiség az, ami mindenképpen eléggé terebélyes. Nagyon sokat megy, nagyon sokat sikeresen megy különböző esélyekre rajta ütlegelni és bóklászni. Ebben pedig Rakan abszolút jó, mert iszonyat gyors. Gyorsan, messziről érkezik a legjobb helyekre. És ezzel szemben viszont a 15. percben pontosan ezért, ez a statisztika abban is segít nekünk, hogy miért nem vagyunk biztosak abban, hogy ki tudja használni Csacsi azt, hogy Alfari egyszer elvillant. Mert nem erőség ebben a fázisban, vagy nem vállalnak annyit ebben a fázisban, hogy ne legyen az, hogy sokat akar a szarka, de ne bírja ugye a farkincája alapon, ez is lehet. Poe, kábítva, míg Hirisnek az alsó esély, Hansama célpont, van gyújtás, nincs gyújtás, kimen az égetés, Hansama lép vissza. Samux pedig szintén távozni kell, gyújtás ennek nincsen, időben kell villanni, mert Hirisza mentésére már egyszer gyújtott, Hiri pedig őrszemen flangál, jó a nyúzás, jó az alá a sítélet, Hirisang vissza kín a lépjen, az alaptámadás végül elviszi, de Hirisang azért lecsókolta még Hansamát, csak volt a minion sebzés is. És neki sem volt túlságosan sok élete, Max-tól lép vissza, Bigzenek vannak minionjaik, vele vannak egyértelműen. Egy-egyes csere az alsó ösvényen, egy különbséggel, picikért, hogy kellemesebb ez Hans számának, mert nála van a gyilkosság. Igen, igen. Még az a szerencsé, hogy Samox is kapott amúgy támogatást. Megint ugye a Unicorns of Love kezdeményezett, de most büntette meg igazán magát az, hogy nem volt gyógyítása ugye Samoxnak már korábbról. Így Hans számát nem lehetett eltüntetni. Pontosabban, na, tehát el lehetett tüntetni Hirisangot, viszont Hansamát nem, mert ott még volt egy gyógyítás a Misfits oldaláról. Jó az egész kezdeményezés. Hansama kapja a sebzést, jó a felütés is, és de a gyógyítás, ugye, és a visszafele jövő kis tollacskákat elhasználta Samux, neki villannia kell, életereje kevés, Hirisang pedig vár, de előbb tölt be a nyúzás és a halálos ítélet, mint hogy ő vissza tudjon ugorni kedvesére. Csak nem a minionok voltak azok, akik segítettek. Sose becsüld alá a minionok erejét, Pirsz. Hát soha. Ők abszolút töretlenül mindig sebeznek keveset, de sok lú, disznó, győz alapon. Igenis kell számolni a sebzéssel. Maxlor és Xyle találkozó, jól meg sikerült kávétani Xyle-t. Nagyon messze van Xerxi, ha valamikor ide is fog érkezni. Hősi kilépő volt ez, mint belépő. És megvárt összes létező kábítást. Poe, hogyha vonzású lámot használ, akkor nem megy sehova az a Galio. De Exile amúgy komolyan mondom szeret veszélyesen élni, tehát hogy jaj, miért ilyen meleg ez a kemence, megnézem mi van belül, de komolyan. Ott leteszi az őrszemet, látszik, hogy van ott egy kontrollőrszem, de azért ő még takarítja a csirkéket. Xerxi pedig az új ninja. Bent vagyok a bokorban. Béko. Itt vagyok. Ninjázin bush. Xerxi azonnal villan Ignár, halálos hitre pedig mellé. Ugye nincs hatos szintje Rakannak, egyértelműen, még kinderőnek sem volt, tehát jóval, hogy is mondjam, kevésbé mindent bedobós rajtütés volt ez, de elvillant Ignár, tehát sikeresnek mondható teljes mértékben, és erre igazából csak egy Xerxi jelenlét volt szükséges. És gyönyörű szép volt az őrszemhálózat a Unicorns of Love-tól, ők ebben nagyon alul tudnak teljesíteni a statisztikák alapján is. Talán a legalacsonyabb őrszem per perc statisztikával rendelkeznek, a takarítás az még egészen jól megvan, de nem értem. Minden esetre a lényeg az, hogy általánosságban nem szokott ilyen jól az alsó ösvényén, úgymond a Unicorns of Love a hálózatot folyamatosan biztosítani. Nem érkezhetett Maxlor, nem érkezhetett senki rajta ütni.
A Unicorns of Love szépen kihasználta a helyzetet. Kérdés, hogy mit tudnak ebből még ugye kialakítani? Egy-egy gyilkosságból, de az is az alsó ösvényesek párharcából, az ösvényfázis javában zajlik. Exile annak ellenére, hogy többször elhagyta már ösvényét, azért tartja magát farmban Power of Evil-el szemben, akinek megtisztulása van, fontos lehet ez, de leginkább a Illissan kezdeményezésekkel szemben tudna ezzel mit kezdeni, csak a Illissan kezdeményezéssel az a baj, hogy túl sok van belőle. Így nem tudod, mindig a csábítást és akkor utána a felütést, vagy a felütés könnyebbsége és utána a csábítás, teljesen mindegy. Nem annyira hatásos. És sikeres békalapák Xerxitől, és még egy őrszemet is látod, de inkább nem maradt ott időt fecsérni az őrszem pusztítása, mert azért kicsikét kellemetlen helyzetbe kerülhetett volna. Bár tény, hogy azért abból a helyzetben még a toboz is, persze, mint Kindred végső képes is sokat segít, és azért egy kis pici falakon még ő is átad éppenséges Lissanné, tehát elég immobilis az a Kindred, és jó választás lehet az ellenfél táborainak pusztításában is, úgy gondolom. Rakan pedig, ha már Illissan, akkor elkezd kicsikét máshonnan kijárkálni az ösvényre, ha már kell. Mehetnek egyrészt az őrszemhálók, amiben tényisorul, hogy minden egyes játékosra jönik az alapnak kevesebb őrszemet pakol, mint a Misfits játékosai. Aha. Ebben igazad van maximálisan, meg ezt le is tudjuk követni. Igen. De hatos szint nélkül még talán annyira nem lesz fájdalmas, hogy Illissan érkezés, de viranásokat kiszedni, arra bezzeg, nagyon is jó lesz. Ha valamikor megy. Elhozhatja a sutyerákot közben Kindred. Nagyon fontos a passzívjának az építése. A harmadik jelzőt gyűjtheti össze. És ez meg is lesz. Nincsen rámozdulás, kimozdulás Maxlor esetében. Nem ezt mondta? Pontosan mit még ezen? Hagyja csak. Bocsánat, tudod, nem figyeltem. Tudod, hogy van ez? Tudod, hogy biztos, van. Hogy jól mondtad, csak nem figyeltem. Így van, így van. Minden szavát tisztán mondtad, érhetően. Így van, artikuláltam rendesen. Köszönöm, hogy a csapat harcokban. A Misfitsnek ugye nagyon jó kezdeményezése van. Gragas, illetve Kled személyében. Amit menekülésre is lehet használni, az ugye Kled végső képessége. Előre-hátra, részletkérdés. Már azt ne próbáljátok ki az autópálya, ha már kamionozás. Valamint... Érdekes hangot adnak ki a motor, amikor beváltad ötösből lükvertbe. Próbáltad már? Próbáltad nem, már? Nem, mert nem engedte berakni. Nem voltam annyira erőszakos vele. De ki akartad de próbálni? Ki? Igazából csak azért, mert egy másik autó viszont nem ott volt a lükvert. Ójaj! Ramlásnál, az pedig szép és gyönyörű a sebző, és Illissanra meg sem tud mozdulni! Ugye lehengelő rohama volt, de az nem biztos, hogy segít rajta annyit, hogy lett volna ideje kifutni. Gyönyörű szép fresh játék, és persze Maxwell is a közelben volt, tehát még kisebben a CC-nek a másik fele. Alapvetően Csacsi Alfari felsősvény párbaj. Csak párbaj. Semmi komoly. Azt azért érdemes elmondani, hogy itt Maxwell érkezése fantasztikus volt, és Ignárnál a trash az mindig életveszélyes. Tehát, hogy a Unicorns of Love kitiltotta Alice-t, Caitlyn-t és talán Zeket. Nem mondom, hogy bárkit át kellett volna ezek közül engedni. Előre! És miért is? Mert jön Power of Evil középső ösvényről, hogyha a célpont jól stukkel, lassítja Poét, így el is villan végül. Alferi pedig már így valószínűleg csak csapdával tudna visszárángatni, picikét mégis sebezni. Oh! Poé pedig elvillan a vonzás hullám, megpróbálta valahogy őt kivinni és kivenni, és valahogy kiontani a sebzését valahogy Csacsira. De ez így... Ez így sikertelen rajtaütés volt. Nagyon izzadságszagú volt ez Power of Evil-től, hogy azért is. Így viszont semmit nem hozott el igazából, és így kihozta előre Csasi, úgyhogy Poe elvillant. Abszolút. Az 1v2-t. Igen, közben Ignár jöhet Csacsira, ebből már baj lesz, nincs villanás, sem stukker. Igen, ez már a sokadik érkezés, szám szerint a második fél percen belül. Égetéssel nyit Ignár, halálos ítélet épessége lesz, doboz még nincsen, és nincs elég sebzés megint. Azért mondom, hátszál végül lehoz a vízit, Csacsit hárman ölik végül meg, torony alatt Maxlort, első torony viszont így egy Unicorns of Love-hoz érkezett, sőt akár kettő is, mert lent szájás Samuk szemében szedi az alsó és egy külső tornyát, jön Poe, van vonzás hullám, visszarád a picikét Ixai, jöhet rá a sebzés többletépessége, de hagyják elfutni Ixai-t, és mindig szedi az alsó és vintornyát Samuks.
szétverték, és itt sokszor, sokan, de cserébe hoztak másol objektumokat, abszolút, célokat abszolút a játékosai. És megint itt van ez a régóta írő torony. Ráadásul itt van Hillsong, és ez a torony meg lesz. 2-0 a tornyok állása. Ez egy nagyon szép makrójáték volt a Unicorns of Love-tól. Még egy sárkány is ráadásképpen. Már amúgy 4 jelzőnél jár Xerxinek a passzívja, hiszen gyorsan rátette a jelzőt Gragasra is. Ez egy sokkal aranyosabb unikorn is közben a bal alsó sarokban. Nem az a szomorú vagy mérges, ugye kis picike játékszer. Aki lehet, hogyha... De ez nem egy csacsi? Mármint, hogy egy ilyen ez egy ördögi kör most már. Ez az teljesen. Nem egy csacsi, de csacsi jó lesz. Ez csacsi most unikorn is. Fokoli sárkány fog majd egyszer érkezni az idéző szónak a felhő sárkányal végzett végig Xerxi. Ez egy tök jó hír számára, lehet ripityára szaladni a kis lábicskáit? Lábicskáit. Lábicskáit. A passzívja pedig így megint csak lehet... Lábicskája kemélynek van, tudod. Jó, az nem volt rossz. De köszönöm, arra egy ember vagy. Hillsong pedig megint érzi a bugit. Már most azért most már a harmadik Ignál halálos ítéletében szerintem nem akar elhalálozni. Igen. És inkább ideje korán kijövett a bulinak a lehetőségeiből. Xain pedig 0-0-1-es. Érdekes. Na, nem furcsa ilyet látni, hogy nem halt még meg. Igen. Még nem halt meg, Xain valami nem oké. Ójaj, ójaj, Hili. Ez pedig 2-1. Romlás lánca is van, nagyon kell Hillsongra. Kérdés, hogy befele megye? Befele, fölült, jön Samux. What? Ez egy ilyen agresszív menekülés volt. Végül is jó, mert ezzel kicsikét megzavart a Misfitet. Most akkor, most hülye? De... Mit akar ez 2v3-val? De... Nagyon szép. Megijedett a picikét a Misfit. Ugye most visszaállít, átértékelte, hogy mi történik. Ez pedig menekülési útvonalat adott Hillsongnak. Most odafutok, hogy elfuthassak. Körülbelül ez volt a Hillsong taktika, amivel tényleg összezavarta ellenfeleit. Igen. Csacsi és Áfari között farm különbség nincsen, Csacsi hiába rendelkezik egy halállal, azért nem nagyon meri fölvenni vele a kesztyűt, vagy nem nagyon mer kesztyűt húzni vele Áfari. De egyikük sem vállalja túl magát, ez fontos lehet. Igzás ebbe, oppá! Az pedig Xerxi, neki azért végső képessége meg van, hősi belépő közben Xai által, Power of Hill lép visszával, hozzásolám, és Hillsong a jó ez éppenségre, és összeből Áfari villan végű Hillsong, így megúszta a bulit. Ezért kintet végső képesség biztosan kijött, hogy semmiképpen ne halálozzon el senki. Miért? Hillsong majdnem meghalt, mi miért? Nem neked szóltam miért, hanem Xai a legnagyobb kerülő utat választotta ja. arra, hogy elmeneküljön, és majdnem be is lehetett csapdázni. Kiment a kerülő de miért? Nekem ez így jött le. Nem akarta. Hogy hívták azt a gyereket? Mi volt a neve? Ábel. Jön majd este Ábel. Jön, de őt viszont sokkal jobban szeretjük, mint azt a lurkót abban a reklámban. Szerintem okay. ott egy reklámszínészi tehetség veszett kárba. Igen. Tehát igen. Neki nem lesz szerintem jövője. Az biztos. Soha többet tudod, nem kérik voltam fel. Xi 14 éve az Ábel a Fluimuci reklámba. Na húzza innen, jövő. Igen, de az a mennyi, nem? Igen. Ja, elképzelhető. De miért? És azonnal, puh! Szekusom! De miért? Igen. Viszont a hírnek megvan közben, itt azért Sunyiban elhozta a kedvek Xerxi. És úgy hozta el, bocsánat, a Unicorns of Love, hogy ők nagyon-nagyon kevés hírnöket hoznak. Egyáltalán nem szoktak rá kimozdulni. Az első 15 percben 3 tornyos előnyt harcoltak ki, 2000-es aranyelőnyük van szintén, elhoztak egy sárkányt, wow, még a hírnök is náluk van. Ez egy Unicorns of Love lendület, amivel nagyon jól tudnak játszani. Ritka, mint a napfogyatkozás, de amikor látják, akkor nagyon örülnek neki a Unicorns of Love játékosai. Kérdés, hogy most ki tudják-e használni. Vagy hogy nem fordul át abba a stratégia, hogy mint a régi Fnatic, hogy elején jók, aztán pedig elbújják a meccset. Oh. Jó, nem festek semmit sem a falra, főleg nem ördögöt. Vizi Csacsira érkezik 3 ember Stukkerre, Minionokra, Lámpás még Hansamen, aki lesz romláslánca, szeretne a toronyánál futni Csacsi, ez egy jó döntés, de romláslánca robodik, Hordó pedig egymás szivatja két végső képesség, de Csacsinak valószínűleg meg kell halni. Mi a válasz?
T2-es torony. Oh, Robikával együtt, Xyra két ember érkezik egyértelműen, de már T2-es torony lassan be fog dőlni az alsó ösvényen, ebből most nincsen elmenekvés, Xyra. Halál! A jutalma, de itt van Robika, mehet megint csak, Samux üti a tornát, van Minion, de megint jó a válasz arra, hogy Csocsit meg akarják egyszerűen alázni a felső ösvényen. Ó, sújtani kellett ezt a érnököt, de várjál, mert jön Orianna. Illan Igna, gyönyörű szép. Tol zápor Samuxtól is jön, az előre, majd Power of Evil, vonzása neve képessége még nincsen. És átúsz Samux, hal meg, Hillisang lép visszába, lehengelő rohammal kell futni. De mint a gépezet, Power of Evil próbál volna sebezni és lassítani valahogy, ez most Hillisangra kijön, aki még képessége fog tudni majd ugrani. Akár még Xerxi felé is. Kintre végső képesség volt, de ha itt megállnak, akkor még Xerxi is meghal. Jó döntés hoztak. T2-es torony miatt még így is jobban aranyban a Unicorns of Love, ugyanis ez már negyedik tornyok volt. Jó volt az a torony, viszont most nagyon sok gyilkosság ment a Misfitshez. Próbált elaszolni a Unicorns of Love. Hát nem, nem feltétlenül jött össze. Ugye a baj az volt, hogy X-Eye-t is el lehetett kapni a középső ösvényen. Itt az alsó ösvényes akció jön. Szép Samuxtól a tolvihar, de Kred egyből rá van mozdulva. Hillisang nem tudja a kezdeményezést elvenni. És Kredben van sebzés, főleg ha még jön egy kis támogatás is a többiekkel. Itt pedig menekülnek a srácok, de egy lassítás bőven elég. Meg a... Oppa! Csacsinak Stukkerre még éppenséggel azért van pokoli sárkány vagy csapatharc. Ez a kérdés, mit választ a Unicorns of Love? Csacsi tanko, jó a Stukker, Maxtorra is Ignára, ez pedig időhúzás, jó a sújtás. Szép. Kizárták maximális a Maxtort. Tehát neki már csak villanás kicsirakás ért volna a sújtás közelbe a sárkányhoz. Ezzel lehet, hogy tornyot tud sanyargatni, akár el is hozni a Misfits. De ahhoz képest, hogy hogyan indult a sárkány körüli pára harc. Ó, de megérezte a Sidisnak, hogy valaki van a bokorban. Tehát Csacsi instant feel-it-ről kezdte ezt a sárkány körüli, hát hadszintér kialakítását, vagy megfelelő csapathoz való vezetés, vagy sárkány megszerzéséhez, és mégis elhozták a sárkány. Ez egy jó jel, mert ez már a második sárkány. És még mindig mondhatjuk azt, hogy early game-ben vagyunk, ahhoz képest nincsenek ugye, már ösvények. Abszolút, abszolút, 20. percenél járunk. Az ösvény fázisnak lényegében tényleg vége a sok torony miatt. De még a játék korai szakaszát zártuk csak le. És nézzük meg ki, hogyan jött ki belőle. Xerxi összegyűjtött magának már legalább 4 jelzőt. Van átoknyelője is, így hogyha valami túl nagy sebzés érné hirtelen, akkor azt ki tudja használni. Végső képessége eddig egyszer került felhasználásra, akkor is biztosítás szempontjából nem volt annyira sikeres, de rossz se. Miközben az H2K elleni 5. heti, azaz a legutóbb mérkőzését a Misfitsnek látjuk. Maxtorék pedig Samuxra jönnének. A második sikeres is jó tolvihal Samuxtól. Mondta, hogy én már nem iszom. És ez pedig ugye egy kiment robbanik hordó, de mivel nem villant Maxor, így hál' Isten csak ennyivel megúszta. Hillisang pedig agresszív. 8-as szintű szinthátrán van és van lehengelő roham. Xerxi még csak most fog jönni. Ősi belépő is csodálatos. Maxor pedig 3 ember gyűrében villan. Menekülni kell Hillisang. És jön hátul Han Sama. Hillisang pedig bajban lehet. Egyen Alfaré lesz még előre is a kell. X-el pedig beragad 5 ember között, ez pedig halál. Ráadásul Power of Evil hozott el a gyilkosságot, ami jó hír. Csocsi pedig még nagyon messze volt a megfelelő Stukker kivitelezéséhez, pedig azért szűk utcák voltak, most jó a lassításra. Hillisang pedig felrabol, és ez most már a negyedik gyilkosság a Power of Evil-nek, azzal az Oriannával. És baron felé mehet, a Misfits mehet, rálátás ugyan van, ráadásul sutyarák is, de megpróbálhatják a srácok, 5v3. Igen, és nincsen Kindred végső képesség, nincsen Samux, és nincsen Rumble végső képesség, de párharc az lehet, mert 3v5 van, Samux lehet, baj van, nincs viralás, még próbál sebezni, nem lesz elég a sebzés, megint Poe hozza a gyilkosságot, tele lesz lóvéval a német srác, és Csacsi jön Poe és Ignárral szembe, villan végül, Ignár megvan, de Power of Evil viszont már nincsen meg, ez pedig így összességében egy 2-1-es cserek, Xerxi még próbál cserélni Han Samával a két lövész. Hánszám viszont erősre is megszól, már jött azért igen. Biztosan takarítani kicsirakás és robbanékony hordóval. 12-3, de legalább baron sikerült megállítani. Kérdés, hogy mennyire volt ez nagy kiadás? Szerintem nagy kiadás volt. Nagyon sokat veszített a Unicorns of Love az elmúlt 3 percben. Az aranyelőnye ugye már nincsen meg nekik. Toronyelőny még ugyan van, de a baronasor környékén veszélyes az élet. Itt Hillisang kezdeményezése nem lenne rossz, jön azonnal rá a hősies belépő, de kire? Csak egy Gragasra, rálátás nélkül küzd a Unicorns of Love, és ugyan blokkolja Xyre nagyon szépen a lámpást,
de van még Max Thornnak villanása, és Hansam a háttérben Hidétszángot annyira lesebzi, hogy egyből visszább kell vonulni. Alfari az előrével bent tartja X-Eye-t, onnantól már nem volt visszavonulási lehetősége, itt pedig az, hogy visszavonul Hidétszáng Alfarira, az egy hiba. Mert nem is rajta volt a medve csapda. Igen, ez egy jó ét. Itt Cersei-nek és Vizicsacsinak a kizónázása zseniális. Samux ellépi magát, nem tud gyilkosságot hozni. Cersei arra megy... Hoppá! Igazán baromnasor bárba előre, jön a teleport Csocsi által, Lestoker, X-Eye most jól provokál, négy emberre is, jön még Hidétszáng, ez még nem lehet rossz, a vonzású láb négy emberes, majd robbanék, hogy hordó kb. Öt emberes, szétrobban végül a Unicorns of Love, meghal Hidétszáng megint csak, ignál a célpont, mellé halálos ítélet, a falat akarta kirágatni, flash, nagyon jó volt a kombó, csak picikét késő jött Hidétszáng most arra, az Isten verte jó X-Eye provokációra, mert ott még felült, akkor konkrétan egy helyben hal meg az egész Misfits. Így viszont kijött a vonzás hullám helyette. És tudtak reagálni, igen. Így van a Misfitsesek. Power of Evil megint nagyot mentett, ne menjünk el amellett a tény mellett, hogy 7-0-1-es Luden vízhangjával Morellon Omikonnal. Mindenféle fűzfán fütyülő van már azon a Power of Evil-on, és jön Max-tól lassít. És ez pedig hallott vízicsasi lesz valószínűleg három ember gyűrűjében. És megint lehetőséget ad arra majd, hogy a barannasor körüli legalábbis őrszemhálót mindenképpen rombolhasson a Misfits. Igazából kettő darab őrszem van csak a környéken. De van Xerxi! Barannasor provokáció végig, a Misfits-től takarítunk, majd utána barannasor pusztítunk. Jó lenne? Xerxinek a beugrása. Van békesigete is nála. Igen, az pedig fontos, a sújtás az mindenképpen kényelmes lehetőséget kap. X-Eye pedig azonnal megint csak bevonza a csapat harcba magát. A tökéletes Ignál halálos ítélnek köszönhetően négyen ütik azt a tankot. X-Eye-nak villása van, de lefejeli a falat. Ez pedig így aztán abszolút a hiba hátán. És megint csak a baronnál csak táncolni kell közben néha-néha a Misfits-nek. Aztán pedig csapatharcolni maximális emberölőimben, akár egy vagy néha két fővel is. Hohe. Úton van Vizi Csacsi, Stukra lesz majd szépen lassan. Kevés az élete Thrashnek, és kevés az élete Alfarának is nincs teleportja. Most viszont a Unicorns-ra mehet neki a barannasorra, ha nagyon szeretne turpisságot csinálni. Mert hazamegy három ember. Az biztos. Még egy felhősárkányom, hogy érkezik arra, nagyon nem fognak kimozdulni a srácok. De veszélyben van a Unicorns of Love, kérem szépen. Mentsük meg az unikornisokat. Megpróbálják azt a barannasort, a bárány már pusztítja. Muszáj. És nagyon jó hívás. Ez muszáj volt megtenni, mert régóta táncol itt a Misfit, és ugye kétszer is provokáltak, aztán mentek el, hogy sújtani kell, jól, jön Maxol, sújtás bárbaj, és elhozza a Misfit, a baranasson, ez pedig probléma, villa mindenki, Unicorns of Love-tól, hősi kilépő meg X-Eye-tól, és csak Csacsi hal meg, az ötödik halál a Marumble-lel, és nem sikerül jól sújtani, kisebb öt a sújtásak Xerxinek. Jó volt a hívás, meg is mondtam előre, hogy most meg kell próbálni. De a sújtás, most nem vesz ki. Nagyon kevésen múlott ez, viszont a Unicorns of Love-nak a mérkőzésbe kerülhet. Kérem szépen, nincsenek megfelelő végső képességek, például X-Eye nem tud kezdeményezni. Ám ez csak akkor történhet meg, ha most még embert veszítenek. Ha szétzilálja őket továbbra is a Misfits, akkor baj lesz. És mit csinál a Misfits? Szétzilálja őket végig, de nézzük meg, mi történt a barannasor. Jó a kezdeményezés, és megszor azonnal ide ér, még az előre is kijön, robbanékony hordó, egyszerűen Xerxi elnézi sajnos ezt a sújtást. Nem sújtott, és nem is a sújtás pusztította el egyből azt a barannasort. 8-a valamennyi HP-je végében, így van, azt én is láttam. De ugye szokott ez a kombó lenni a Gragasszal, hogy akkor még az alaptámadásoddal még, tehát egyből nagyon sokat tudsz sebezni. Közben Csacsi bajba kerül, őrszemhálózat nincs most a Unicorns of Love-nál olyan, amit tudnának mit kezdeni egy barannasorral, fölruházott ellenféllel szemben. Így be vannak szorulva, így rajtuk lehet ütni, ha elboklásznának. 802-es Power of Evil Orianna, Rabadon halás üvegével, higany léptekes cipővel. Jön még az üresség botja, aztán csókolom. Power of Evil robbant Samuxot és akár Xerxit is, és nagyon végső képességet kindreddel. Nem áll jól a Unicorns of Love. Van egy pokoli sárkányuk, aztán szevasz. A fejlő sárkány már túlságosan most már annyira nagyon sokat nem jelent számukra, de persze az is van. De a barannasort maximálisan, amennyire csak lehetje, ugye lehet már lassan 8 perce, hát 8 perce nem, de amióta van barannasor, csak forszolgat a Misfits a barannasor környékén, Csacsi homokóra. Stukkere már nincsen, az pedig ébesi kifelé jövett, bem a Hidétszáng négy ember között majd meghal, Csacsi és Cersei a kindred végső képességben táncol,
ott van Samox hátul, mint lövész, ő még produkált valamit, de megszornak, azért van bőven élet ereje. Kettőgyilkosság Power of Evil-ön, 3-0-ás csere a Misfits által, és ez inhibitor biztosan fog jelenteni, de nem biztos, hogy csak ennyit, ugyanis nagyon sokára jön Stuker, míg a baromnacsor még mindig rajta van a Misfits-en. Ez meg lesz. Mindig van Minion, és kijön Xerxi, aztán pedig már nem éli túl a beérkezését, Samux még vissza az obeliszk alá. Hölgyeim és uraim, a Misfits csapata a sokadik baromnasor tánc után végül sikeresen jöhet ki ebből az egészből. A csapathatot megnyerve, a barom megszerez, a barom ellopva végül. Végig tolja a meccset, még jó a felütés éppensége, de ez már nem ér semmit Hillsongtól. A Nexus-ra be kell dőlnie. Így a Misfits 1-0-val kezd a Unicorns-alával szemben, és Poe nyugodtan őszintén mosolyoghat. Abszolút. Mert benne volt minden. Benne minden. Ugye alapvetően el kell mondani a játék korai szakaszát. Két kézzel elveszítette, eldobta a Misfits, és a Unicorns of Love volt az, aki nem tudott élni a helyzetet. Tehát az, hogyha egy ilyen makrójátékbeli előnyt kiharcolsz magadnak, hogy Poe 0-5 második hónap, majdnem Poe második hónapja feliratkozott hozzánk, gratulálj neki. Ő is lenne Poe, Power of Evil. Igen, vagy Power F of Evil. Ja. Mert Poveo. De ő a 0-5-ös. Ja, ő sokkal különböző. Ja, köszönjük szépen a második hajó feliratkozásodat. Viszont a gondolatmenet, amit szerettem volna mondani, hogyha egy makrojátékbeli előnyt kialakítasz a játék korai szakaszában, tehát 3-4 tornyos vezetést is kialakítasz Unicorns of Love csapatként, a pálya fölötti kontrollt tudnád növelni, megszerzed még a hírnököt is, akkor nem engedheted meg magadnak, hogy az őrszem hiányosságoknak és a lassú reakciónak köszönhetően a Misfits, vagy pontosabban az ellenfeled diktáljon. Itt ugye az volt a probléma, hogy el lehetett kapni egy-egy embert a különböző külső akciók alkalmával, a torony döntések, a válaszok később már kevesek voltak, hiába a hírnökkel még tudott hozni egy akciót, egy tornyot például az alsősényen, a Unicorns of Love, túl későn reagáltak. Miért reagálsz túl későn a pályán történő eseményekre? Mert nem látod, hogy honnan jön az ellenfél, nem tudod jól fölmérni, hogy mikor kéne neked visszavonulnod. És ezt nagyon jól megbüntette a Misfits csapata, és amikor ráadásul a baronnasornál tényleg mindig emberelőnyben volt a Misfits. Elmegy baronnasorozni, ő nem a baronnasort akarta elhozni, hanem hogy valakit kicsalogatni, gyerte. És mindig ki lehetett csalogatni. Jöttek a papához, és ez ment végig. És a legnagyobb poén még a meccsen, mert igazából sajnos nem poén. Egyrészt nem poén múlott, de poénnak poén az, hogy Max Lorra miféle kretén kezdeményezéseket csinált a Unicorns of Love, és ott én nem tudom, mennyi sebzésebb volt Hansamának, nem ő volt a 8-0-ás, de ott aztán végiglőtt bárkit. Tehát rá már nem maradt olyan kezdeményezési készség vagy képessége a Unicorns-nak, mert mindenki durrant arra a Maxlorra, és még ott sem volt vízi csacsi, azzal a Stukkeres Rumble, aki szinte végig az egész meccsen lépés hátrányban volt az egész Misfits-szel szemben. Tehát oké, Alfred is mindig késett, de azért előrével kicsit hamarabb beéri a bagást. Bőven. Mint Rumble bármilyen formában, és... És elvonja a figyelmet az a 8-0-4 milliós Oriannától és Hansamától. Tökéletesen jó, és a Unicorns of Love-nak amúgy nagyon ritkán válik be az a fajta csapatkompozíció, amikor Csacsinak nem az a szerepe, hogy kezdeményezzen, hogy frontvonalat alkosson, és hogy ő a csapat küzdelmekben már kb. Az elején ott legyen, vagy a csapat küzdelmekben zavarni tudjon. A végén, amikor feltettem az utolsó csapatharcán a kérdést, hogy miért, az már sokadik olyan Stukker volt, ami szinte nagyon rossz, tehát nem szinte, hanem egészen biztosan nagyon rossz pozícióba ment ki, vagy nem kezdeményezése, nem olyan zónázásra, nem olyan válaszlépése, ami jó lett volna egy Rumble-től. Lehet, hogy sokan odáig vannak vízi csacsi Rumble-jétől. Én úgy gondolom, hogy a mostani összeállításokban sokkal jobb lenne, hogy ahogyan a kredet megkapta Alfari, úgy egy arcba mászós, figyelmet követelő hőse jöjjön Csacsi is a fölső ösvére, Sennyét tiltják, Gálió bent volt, Renektont is el lehetett volna hozni, meg azért még vannak most a fölső ösvényen még hősök, Rumble-ön kívül, nem véletlenül nem látjuk mostanában annyit. Igen, viszont az exact, tehát a kompozíció úgy volt egészében helyes, külön-külön persze kivétel, és kérdélezhető, hogy ki pontosan mit is válasz, de
Az, hogy Xai tanki és majd Csocsi támogatja a sebzést, ez eddig tök jó elképzelés volt, aha, és meg is dicsértük a meccs elején, hogy ez jó lesz. Csak a lemaradások, és ugye az általában agybamászós is, ahogy mondtad, a teljesen arzamászós karakterek, azok pontosan úgy adódnak össze, és úgy rakódnak össze, hogy általában viszonylag hamar be tudnak érkezni, és nem csak egy Stukkeren múlik a jelenlétük a csapatharcban, hanem egyrészt egy kisebb fajta tankosság felruházkodása után még Xai mellett lehet takarítgatni, mert Xai nagyon sokáig sokszor volt bent a buli közepén. Mellette van még bármilyen közelharcos, aki tud szintén sebezni, mint Xai mellett, aki provokál folyton, meg ütlegel, meg ilyenek. Ott azért egy pár szó volt takarítási lehetőség, ha valamilyen olyan karakter van. Még esküszöm, még egy fiúra is jó lett volna. Pedig nem mindig tudnám elképzelni, hogy csinálni a kezébe nagyon a fiúrát. Nagyon jó lett volna, mert Xai csak kikerülték. Ja. Szörksz is sem tudott mit csinálni, ugye ő nem volt benne a buliban. Jöjjön egy visszajátszás, itt például egy Csacsi és Áfari érkezés. Pont ez egy jó összehasonlítás lesz, Megstor. Amúgy. Így van. Nem lát a Unicorns of Lava területen semmit, és rámegy Maxlorra. Óriási hiba, négy emberes érkezés már a Misfits-től, és jön egy teleport, míg Csacsi gyalogol. Nem érezte úgy, hogy ez a buli annyira fontos lenne. Miért nem? Nem is tudott volna annyira őrszemre érkezni, mert már a Misfits ott kitakarította a dolgokat. És ez pedig szegény Hilitől, ugye, hogy újabb hiba volt, hogy meghalt, meg a Stukert is láttuk amúgy, hogy hova megy ki a menekülés biztosítására. A Unicorns of Love egyáltalán nem volt pékbe se, de képbe se. Tehát az, hogy rámegyek Maxlorra, egy ilyen iszonyat tankos dzsungelesre, úgyhogy nem látom, hogy hányan jönnek. Ez hiba. Erre rá kell jönni a CP-éknek, hogy a rálátás nélkül nem merek akkora nagy kezdeményezéseket csinálni. Hányszor megvettek itt is büntetve? Tudod, mi az, hogy mindig eszembe van? Ez a Lemonation Malzahár. Egyszer nagy vakvilágba tavaly bevillant, nem állt semmit, és így ez azonnal meg. És ezek, jó, ez csak egy kép, egy jelenet, de ugyanezt a feketeséget láttam, most megint egy unikóz, a Megszor kezdeményezésén, és amíg hagyjál a feketeség, mennyi végső képből se kiment arra, hogy Megszor köré építsék úgy ott a csapatharcot, és Csacsinak kicsiké, mint a későn szóltak volna. Mert amíg hamarabb a teleport, hogy mit megyük, akkor lehet, hogy ő is jött volna. Szűk helyen voltak, minden tök jó lett volna. Persze, csak így furcsa volt. Persze a 4-hálás, meg 5-hálás, meg a 6-hálás rámből nem fog sebezni igazából annyit, hogy valaki megijedjen a Stukker kihelyezésétől. Igen. Nem jelentett akkora veszélyt Csacsinak a karaktere, és később sem hiszem, hogy túl sokat jelentett volna már. Nem akartuk azt, hogy 0-3-as vagy 0-4-es legyen a rámből. Az lett, de legalább nagyon sokszor jött a válasz rá, és mindenki dicséretre volt, méltó volt a Unicorns az első játék fázisban, hogy tényleg lent mindent szétpucoltak. Igen. Sárkányt, ösvényeket, tornakat, mindent, amit csak lehet. Hát abszolút szerintem ügyesek voltak ott, de most fordult a kocka, és az elején voltak jók. Sajnos a végén rosszak. A csapatharc nem volt egy letisztult csapathata sem szerintem Unicorns-nak, szerintem. Abszolút, hát már egy másik felállással kell jönni, úgy gondolom a következő mérkőzésre. Szerint? Én azt a Kindredet is amúgy elfelejteném, mert ebben a csapatkompozícióban nem lehetett kihasználni, hiába lett volna meg még az elképzelés is, hogy fogják magukat. Viszont Misfits 1-0-ával vezet, Unicorns Love Misfits következő meccs nem sokára jön, kb. 3-4-5 percen belül, addig is sziasztok és szünet!